összesen 6 magyar nem utazhat be az Egyesült Államokba, de ez a szám még változhat, mondta André Goodfriend. Az amerikai nagykövetség ügyvivője szerint a magyar kormány tudhatja, kikről van szó. Lázár János viszont a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén azt mondta, a kormánynak nincs információja az ügyről. Molnár Zsolt, a bizottság elnöke vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát azt megtudhattuk, hogy a baráti Amerikával baráti a viszony, és a barátainkat baráti módon szeretjük, úgy, mint a barátainkat. Ezen túl valami információ jutott el a birtokukba? Sajnos nem sokkal több. Bennem természetesen támogattam, hogy nyilvános ülés legyen. Hozzáteszem, akkor már kialakult ez az érzés bennem, hogy egy ilyen bolhacirkusz és egy kormányzati sikerpropaganda lesz, ahogy az elmúlt években zajlott. Most is egy ilyen mellébeszélés show-nak lehettünk a részesei. Nekem gyermekkorom híradói jutottak eszembe, amikor a Magyar Népköztársaság egyik vezetője baráti látogatása Mongóliába vagy Bulgáriába járt, és az ottani bulgár és mongol néppel az örök barátságról és a megbonthatatlan egységről, népek barátságáról beszélt. Ezt tette most Lázár János, ahelyett, hogy szembenézett volna, hogy milyen valós szakadék van az amerikai és a magyar nép úgymond örök barátsága között, hiszen ez az ügy is, meg más ügyek is azt mutatják, hogy valami nagyon nincsen rendben. De pont ezért visszakérdeztek, hogy kedves Lázár úr, nagyon örülünk mi is a barátságnak, legyen az Mongólia, Amerika, minden. A barátság az egy szent dolog tényleg, de hogy a barátaink azok éppen most hat állami vezető államhoz vagy kormányhoz közeli emberből nem kérnek az országukban. Nem másért, nem azért, mert azt mondják, hogy ő valami csúnyán beszélt, vagy nem tudom mi, és akkor ilyen erkölcsi aggájaink vannak. Erkölcsi aggály is van, de korrupció miatt. Tehát, hogy nagyon súlyos gyanúba keveredtek a kormányhoz nagyon közeli emberek az eddigi közlések szerint. Erre ő, ha ezt a kérdést feltették, akkor mit mondott? Hogy barátság? Hallható volt, körülbelül az volt a válasz, hogy ők is várják már a kormányzati szervek, a kormánytagok, az amerikai követségnek, az Amerikai Egyesült Államok a bizonyítékai, hogy milyen ilyen adatok, információk állnak rendelkezésre. Ha ezt szigorúan jogi úton nézzük, akkor ugye tudni kell, hogy ezt nem fogják kiadni az amerikaiak. Tehát ez önmagában már egy farizeus gondolkodás, hogy az amerikaiaktól kell várni a megoldást. Ezért teljesen világos, hogy itt, aki a tettek mezére akar lépni, annak megvan a lehetőség az ügy végére járjon, és nem az amerikaiaktól kell ezt várni. Az Egyesült Államokban, itt kollégám az előbb elmondta nagyon helyesen, hogy ebben az eljárásban tulajdonképpen az USA nem köteles indokolni, megteheti ezt diszkrecionális jogköre, az érintettet tájékoztatják. Na de az abszurd, hogy egy állami alkalmazott, állami vezető, ha kap egy ilyen értesítést, akkor ezt ne lenne köteles tájékoztatni a felettesét. Hogyha ez NAV-ról van szó, akkor az felügyelő minisztert, hogyha ez rendőrségi, vagy titkosszolgálati, vagy bármilyen vonalon, akkor a belügyminisztert, vagy a külügyminisztert. Tehát megvan ennek az állami rendje, ezért elfogadhatatlan az a magyarázat, hogy erről ne tudnának adott esetben. Na de most elképzelj azt, hogy ez úgy történt, hogy engem kitiltottak Amerikából. Kösz, hogy szóltál, ma lesz bizottság ülés, akkor elmondom, hogy barátok vagyunk egyébként Amerikával. Tehát, hogy ennek ennyi lett volna a fogadtatása? Én nagyon remélem, hogy nem. Én azt látom, mint a zavar lenne a kormányzati kommunikációban, másmond a frakcióvezetőjük, a miniszterek, tehát össze-vissza beszélnek. Egy biztos, hogy megpróbálják azt a játékot játszani, hogy az amerikaiaktól várják a bizonyítékokat, tudják, hogy ez jogilag egyébként nem is lehetséges, és addig nem teszünk semmit, sőt, visszájára fordítjuk, tehát azt mondjuk, hogy ha nincsenek ilyen bizonyítékok, nem mutatják be őket, akkor tulajdonképpen ismét a nemzeti együttműködés rendszerével szembe érkezik egy méltatlan támadás, és össze kell fogni a magyar. Tehát ez a típusú kormányzati kommunikáció, amit ebben a választás évben megtapasztalhattunk. Ezért ennek nem szabad bedőlni, és félre kell tenni az amerikaiaknak azt a részét, hogy ők mit közölnek és mit nem, azt kell megnézni, hogy mit tehetnek. Egyik jó javaslat az, hogy a vezető kormányzati tisztségviselők, mondjuk helyettes államtitkártól fölfelé nyilatkoznak ebben a kérdésben. Nyilvánosan. Van-e érintettségük? Nem kell az indokolást tudni, hiszen az USA nem köteles indokolni. Elég azt mondani, hogy ki az, aki érintett ebben az ügyben. Utána el kell rendelni egy vizsgálatot az illetékes minisztériumnak, nyilván a felügyeletek irányítására levő szerveknél, hogy mi lehet ennek az indoka. Nemzetbiztonsági vonalon is ennek megvan a szolgálati útja, hiszen a Nemzeti Védelmi Szolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal ezt meg tudja tenni, ha esetleg titkosszolgálati vonalon merülne fel nemzetbiztonsági. Lehetett olvasni alapítványról, vagy alapítványokról, amelyek közel állnak a kormányhoz, és még pénteken volt a 444-en egy olyan összeállítás, hogy állítólag olyan is előfordult, hogy amerikai cégnek megmondták,
Kerek Perec, csak akkor kap meg egy nagyon komoly megbízást, hogyha egy alapítványtól egy nagyon komoly összegér megrendel egy tanulmányt. A következő hír már arról szólt, hogy ezt a tanulmányt kifizették, aztán még meg se kapták, tehát meg kellett írniuk saját maguknak. És ez igaz, nem igaz, nem tudom. De nem csak állami vezetők, vagy politikához, vagy kormányhoz közel álló politikusok, vagy valamilyen minisztériumi alkalmazottakról, vagy emberekről van szó, hanem kormány közeliséggel illetett alapítványról, vagy alapítványokról. Na, ők kinek nyilatkozzanak? Nem tartoznak senkinek se nyilatkozati kötelezettséggel. Ez így van, hiszen azt tudjuk, hogy a Polipnak van feje, és vannak csápjai. Mindez egy hatalmas nagy, ha ez igaz, ez az állítás, csak a negyede, akkor egy nagy Polipot kell elképzelni, a csápjai különböző irányba mennek. Nyilván van ennek egy kormányzati része, van ennek nem kormányzati része. Végére kell járni, amiről ön beszél, és tegyük hozzá, hogy ez a része azért most már sajtóhíreken alapszik, ami attól még igaz is lehet. De ezek nagyon súlyos bűncselekmények, tehát ezek most már nem csak politikai, diplomáciai kérdések, adott esetben nem csak nemzetbiztonsági kockázatok, ezek konkrét bűncselekmények. De ez Magyarországon mind bűncselekmény, amiről most beszélünk. Kétséget kíván, így van, de van ennek egy alapvetően korrupciós szál, ami a büntetői értelemben a legsúlyosabb, és azért emellett lehetnek egyéb olyan indokok is, amelyek nem feltétlenül kizárólag a korrupcióról szólnak, hanem nagyon sok más olyan tevékenység is lehet, hiszen azért azt ne felejtsük, hogy a két ország viszonyára, ami az amerikai polgárháborúban a hős honvédtisztek, akik harcoltak a győztes unió oldalán, ott kezdődött a népek barátsága, és erre most azért a paksi kérdés, a ukrán viszonyban, az ukrán-orosz viszonyban lévő hezitálás a kormány részéről, a NATO tagsággal kapcsolatos ilyen típusú lagymatag gondolkodás, az orosz szankciók rendszere, amelyben ugye a Magyar Köztársaság nagyon megengedő az orosz állammal szemben, azért ezek is foltot vetnek, ami nyilván az egyedi ügyben nem ezért lettek ezek a kitiltások, szó sincs erről, de hogy árnyék vetült a magyar-amerikai viszonyra, és egy örök barátságról beszélni ennyire álszent módon, ez szerintem hiba, hiszen többet tehetnénk. A külügyminisztérium helyettes államtitkára, mert ugye nem Szijjártó Péter nem volt ott. Nem a helyettes, az államtitkára. Jó, államtitkára. Mert az amerikai nagykövetség azt már pénteken elmondta, hogy ők már egy héttel ezelőtt adtak jelzést a külügyminisztérium felé, és elmondták, hogy ez van, és ez fog történni. Erre adott ott a megjelent államtitkár bármiféle magyarázatot, hogy akkor ők erre mit léptek? Nagyon szűkszavúan arról tárgyalagosan beszélt, hogy egy ilyen jelzés érkezett, amit elmondtak, hogy 10-nél kevesebb, tágabb értelemben meg se lehet pontosan fogni, hogy mit jelent az államtitkár úr meg a külügyminisztérium szerint ez a kormányzathoz köthető érintettek, de azt állítják, hogy nincs erről tudomásuk, ami azért is probléma, mert ha véletlenül az lenne igaz, amit én nem gondolok, de az lenne igaz, hogy nem tudják a kormányvezetői, kik az érintettek, akkor az is baj. Tehát akkor nagyon rosszul működik az a kormányzati szektor, ahol vezető tisztségviselők nem kötelesek azt jelezni, hogy a legfontosabb stratégiai... ki a korrupt. Természetesen azt is, de itt maradjunk annál ki az, aki beutazási tilalom alá került. Ennek persze alapvetően lehet valószínűleg korrupciós oka, más oka is lehet, de hogy egy kormányzati működésben ne tudják, hogy vezető tisztségviselőkkel ilyen beutazási tilalom van, az elképzelhetetlen. Ha ez így működik, akkor nagyon nagy baj van, ha meg tudják és titkolják, akkor meg legalább ugyanekkora baj. Tehát semmiképp nem jó, ami most történik, ennek a végére kell járni. Hát szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.